Erős váromi Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon, a 15. vasárnap Szent Háromság ünnepe után. Örülök, hogy itt látok kicsiket, nagyokat, szülőket, kedves testvéreket, és köszöntetjük a kedves tévénézőket, a tévé munkatársait is. Foglaljunk helyet, testvérek! Hát van néhány dolog, amiről én nem tudhattam, elméletileg, és persze gyakorlatilag sem, úgyhogy előre is nagyon köszönök minden kedvességet. Tanévnyitó istentiszteletünk kezdetén a sok szép köszöntő és reggeli dicsérő ének közül a 101-es számú éneket énekeljük, most szolgálatban lévő kántorunk Bodó Ági vezetésével. Szentlélek nevében. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen most mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten színe eljával csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Hálával köszönjük, Urunk, az életünket, a lehetőségeinket, a hitet, a közösséget, ezt a gyönyörű őszi reggelt, a reménységünket, hogy Te már vártál minket, hogy szavaddal táplálj, hogy lelkeddel ölelj, hogy újra hív és megerősíts minket, hogy megerősítsd a veled való szövetségünket. Nyisd meg elménket és szívünket, hogy be tudjunk fogadni Téged, hogy itt lehessünk számodra. És köszönjük előre is, hogy örömmel hallgatod imánkat, énekünket, szavainkat. Köszönjük, hogy egymásra is bíztál minket. Kérünk, újíts meg most minket, minden hibát, vétket eltörlő irgalmaddal, bűnbocsátó szereteteddel. Ámen. Testvéreim, a mai napon is felcsendül az evangélium, a jó hír. Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte el ebbe a világba, hogy ő a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség, és az emberekhez Isten jó akarata.
Hallgassuk meg most, kedves testvérek, egyházi rendünk szerinti lekciónkat, amelyet kedves DNS-es fiataljaink, hittanosaink fognak felolvasni. Megírva találjuk ezt a szakaszt a Galatákhoz írt levél 5. fejezetének végén, 6. fejezet elején. Felállva hallgassuk Istenünk szavát. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyok, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és itt töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az ére tanítanak, az minden javából részesítse a tanítóját. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen egy vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testbe arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Válaszul a mi Istenünk örökké való szavára, valljuk meg most együtt közös hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves hittanosok, kedves szülők, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most helyünkön kivételesen ülve maradva hallgassuk meg Istenünk szavát, igéjét, mely egyházi rendünk szerint alapige ezen a mai vasárnapon. Megírva találjuk ezt a részt Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 28. versétől. Ekkor így szólt Péter: íme, mi ott hagytuk mindent, és követtünk téged. Ő pedig, Jézus, ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Ez Istenünk igéje. Ámen. Kedves gyermekek, szülők, kedves gyülekezeti tagok, kedves vendégek! Ahogy Péter apostol és Jézus úrunk párbeszédét figyeljük, talán érzékeljük a felolvasás során is, talán kihallottuk, hogy van valami kimondatlan ebben a nagyon rövid párbeszédben. Először is felvetődik a kérdés, miért hozza szóba az apostol ezt a gondolatot? Mintha valami bizonyítani akarna Jézusnak, ugye érezzük. Hát íme mi mindent elhagytunk. Miért hozza ezt szóba? És ezen túl is, mintha ott lappangana valami kimondatlan kérdés. Nos, hogy miért hozza szóba Péter ezt a dolgot, az ő áldozatokat, a tanítványok áldozatát, erre könnyű válaszolni, mert ott van az előzményben. Az ezt megelőző jelenetben Jézus a gazdag ifjúval beszélgetett, akinek a beszélgetés végén azt mondja, hogy hát egy valami hiányzik neked, hogy igazán meg tud ragadni az örök életet,
Engedj el mindent, amit eddig igazi kincsnek tartottál, és ragadj meg engem, vagyis kövess. Oszd szét a vagyonod, és légy az én tanítványom. És a gazdag ifjú megfordul és elmegy, nem tudja megtenni. Nem tudja otthagyni azt, amit eddig kincsének vélt, hogy követni tudja Jézust. Voltaképp talán az ő távozó alakját látva szólal meg Péter, és mondja, mint egy bizonyítva a saját bizonyítványát, hogy Uram, hát lásd, mi itt vagyunk, mi nem fordítottunk hátat neked, mi hajlandók voltunk sok mindent elengedni, otthagyni családot, házat, érted? Íme ezért hozza szóba az apostol ezt a gondolatot. De ezen túlmenően is, mintha lenne valami oka a kérdésének. És az ember megnézi az újfordítású Bibliában a címet, ami persze a fordítók adnak utólag ennek a jelenetnek, a tanítványok jutalma, akkor az zárójelben ott van azért, hogy ezt a történetet hol máshol találjuk meg még a Szentírásban. És láthatjuk, hogy ott van Máté evangéliumában és Márk evangéliumában is. És az ember fellapozza ezeket a helyeket, hogy megnézzük, ők hogy hatták hátra nekünk ezt a párbeszédet, akkor Máténál kimondatik ez az itt lappangó kérdés. Így hangzik ugyanis ott Máté evangéliumából. Mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Aha. Szóval erről van szó. Tulajdonképpen a gazdag ifjú távozása után saját magukat bizonyítva mondják a tanítványok, de volt a kép azért a nagy kérdés ez. Jézus, mi azért hoztunk áldozatot, érted? Mi lesz a jutalmunk? Hogyha mélyére nézünk ennek a kérdésnek, akkor talán azt is lehetne mondani, hogy mint azt mondaná Péter, Jézus, az, hogy te és a te ügyed mit ér számunkra, azt bizonyítottuk. Azzal bizonyítottunk, hogy hátrahagyva minden, most itt vagyunk veled. De mondd csak, mit érünk neked? Így is felfogható a kérdés. Mi megmutattuk, hogy te mit érsz nekünk, és mondd csak, én mit érek a számodra? Ugye érezzük gyerkőcök, hogy ez tényleg fontos kérdés, amikor az ember például elsős lesz, elkezdi az iskolát, akkor köti a barátságokat, hát cserfesebbek már az első órán hátrafordulva mondják, hogy leszünk barátok, mások megfontoltam, még kivárnak. De azért az alapkérdés még az első barátságoknál is az, hogy én ezt adom neked, te mit adsz nekem? Te számomra ilyen értékes vagy, én is értékes vagyok számomra is. Voltaképp ez végigkíséri az életünket, hiszen ez van a nagyobb barátságoknál, a szövetségeknél, tulajdonképpen családi kapcsolatokban, amikor keressük szerelmünket, párunkat, akkor mindig ez a kérdés. Te ennyire fontos vagy nekem, én mennyire fontos vagyok neked? És a Biblia három helyen is elmondja ezt a történetet. Mert úgy látszik, hogy ez az Istennel kapcsolatban, Jézussal kapcsolatban is fontos kérdés. Talán a mindenkori tanítványok számára, nem csak Péternek, hanem nekünk is. Talán kicsiknek, talán nagyoknak is. Talán a kicsiknek, aki most kezdik a hittant, én is jó nekem hittanra járni. Lehet, hogy csak kettesben vagyunk, vagy hármasban egy középkorú kopasz fickóval. Milyen jó nekem ebben? Aztán a felnőttek is kérdezhetik, tényleg miért érdemes járatni hittanra a gyereket? Miért érdemes bibliórára jönni, vagy éppen vasárnap reggeleket feláldozni? Nekem fontos Jézus ügye? Ha igen, mennyire? És én fontos vagyok meg az én ügyem Jézusnak? Péter mondandójában igazság van. Lásd, mi elhagytunk mindent, házunkat, családunkat. És Jézus nem is kérdőjelezi meg egyébként. Jézus tudja, valóban nem megtagadva Péterék nem tagadták meg a saját hozzátartozóikat, nem megtagadva őket, de mindennél és mindenkinél tényleg előrébb helyezve magát, Jézust. Három évre ők úgy elkötelezték magukat, hogy vele éltek, szószoros értelmében egy mester-tanítványi közösségben. Ekkor fizikai értelemben is hátra kellett hagyni a családjukat. Nem tagadták, meg nem elfeledték családjukat, az otthont, de Jézust helyezték, nagyon radikálisan az első helyre. Valószínűleg az első gyülekezetben aztán újra együtt voltak a szerettek, de kitapintható, hogy igen, már a kezdet-kezdetén járt valamiféle áldozattal Jézus követése. Jézus mindig egyenesen beszélt, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Amikor az ő követésére hív, akkor egy olyan szövetségre hív, amelynek nincs apróbetűs része. Nem ér minket utólag meglepetés, ja, hogy ez is hozzátartozik.
Jézus előre megmondta, hogy megfontoltan érdemes őt követni, és hogy jár bizonyos áldozattal. Amikor Péter kijelenti, akárhogy is olvassok most így utólag, de fontos igazságot mond. És tulajdonképpen egy nagyon értékes dolgot jelez. Lásd Jézus, mi ezt az áldozatot hoztunk, érted? Ennyire fontos vagy. Kérdezhetnénk, hogy hát a régiek ezt megtették, mi hogy vagyunk? Nekünk milyen értelemben kell otthont vagy akár szeretteinket hátrahagyni Jézus ügyéért? Elsőre úgy tűnik, hogy nekünk nem is kell ilyesmi áldozatokat hozni, de jobban belegondolunk, akkor igen. A gyülekezeti tagok, az idősebb generáció tagjai között azért vannak olyanok, tudnának mesélni arról, hogy csak azért, mert valaki Krisztus család, Krisztus követő családból származott, nem kapott munkát. Vagy ha kapott munkát, nem kapott előmenetelt. Vagy fel se vették abba az iskolába, amit szeretett volna követni. Vagy bármi más megkülönböztetés szenvedett. De jobban belegondolunk, akkor friss példát is tudunk mondani. Tavaly volt, soha nem emlékszem, egy nagyobb hittanos, könnyes szemmel mondta egy ilyen mélyre hatoló közös beszélgetésnél, könnyes szemmel mondta, hogy a többiek olyan furának mondanak, kilógok egy kicsit a sorból, mert hogy nekem fontos Jézusnak az ügye. Egy komolyan Jézus követő ember, egy fiatal is, ma is érzi, hogy követni a mestert jár áldozattal. Ha más nem, hát akkor furának nézik az embert. Ha más nem, hát a kisebbséges tartozásnak a furcsa élményét jelenti. Vagy éppen felnőttként átéli az ember azt, hogy Jézus tökéletes, tiszta útmutatását követve az ember több küzdelemre számíthat, mint hogyha világi csibészség logikája alapján próbálna előre haladni. Kisebb, nagyobb áldozatot voltak épp a mai tanítványok is hoznak. De olyan fontos, hogy amikor Péter kimondja ezt a mondatot, akkor voltak épp, mintha azt mondaná, mérlegeltünk, mester, és arra gondoltunk, hogy ha te ügyed valamit megér, akkor mindent megér. Akkor itt nem lehet részletezni, nem lehet fele-fele arányban, nem lehet azt mondani, hogy egy kicsit érdekel. Mi mérlegre tettünk mindent, és azt mondjuk, hogy ha te ügyed valamit megér, akkor mindent. Úgyhogy hátrahagytunk, ennyire fontos vagy nekünk. És a mai tanítványok is így vannak, amikor Simon Péter vallomását próbáljuk követni, akkor voltak épp ezt próbáljuk követni. Ha Jézus ügye valamit megér, akkor mindent megér. De mit kapunk cserébe? Mi a jutalmunk? Hát az ősi kérdés. Jézusnak mi mit érünk? Jön a másik oldal. Nagyon érdekes Jézus válasza. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig örök életet. Különleges dolog hangzik el itt. Jézus az ő tanítványainak apák helyett apákat, anyák helyett anyákat, testvéreket, új testvéreket, közösséget ígér. Ez egyik jelentése az ő szavainak. Tavaly volt, hogy amikor megpróbáltuk lezárni az egyik kis bibliakört, akkor sokatszor újra rácsodálkoztam arra, hogy mit is keresünk még együtt. Az egyik bibliakörünkben olyan nagyon vegyes a társaság, van közöttünk 20 éves fiatal, éppen most eljegyzett logopédus, meg van 80 éves nyugdíjas mérnökember, és a két szélsőség között aztán mindenféle ember. És arra gondoltam, hogy hát a világon nincs még egy hely, ahol ez a kis csapat leülne, mert semmi nem köt össze minket. Semmi más. Talán kivéve az, hogy bár észre se vesszük, ez történik velünk. Hogy kapunk újabb, szinte ilyen szülő-gyermek kapcsolatra emlékeztető kötelékeket, ilyen testvéri kapcsolatra emlékeztető kötelékeket, barátságokat. Fantasztikus ez a közösség, amit Krisztus ügye és lelke tud kötni ma is emberek között. És mi is ezt élhetjük meg vasárnap, nagy ünnepeken és a hétközi alkalmak során is. De ahogy elgondolkodtam, mintha még valami lenne Jézus Urunk szavába, bár ezt ő nem részletezi, de ismerve az ügyét, más szavait, az apostolai tanításait, nem lehet, hogy ilyen lélektani értelemben is van ebben valami fontos igazság? Nem lehetséges, hogy
Amikor Jézus kezdjük el követni, ő lesz az első, akkor kapjuk meg igazán a szeretteinkkel való kapcsolatnak a megélését. Nem lehet, hogy éppen amikor Jézus tesszük meg elsőnek, akkor visszanyerjük a saját családtagjainkat, akiket próbálunk a magunk módján így úgy szeretni, de mindig közben jön valami gyarló természetünknek valami kis fonákja, ami újra és újra frusztrál minket. Nem sikerül olyan férnek vagy feleségnek lenni, apának vagy anyának, testvérnek vagy gyermeknek lenni. Mindig csúsznak be hibák. És aztán, hogy kicsúszik a kezünkből a legfontosabb kapcsolataink is. Sokszor frusztrál minket, hogy nem sikerül megélni ezeket. Meggyőződésem szerint kimondatlanul, de Jézus ebben szavaiban az is benne van, hogy aki vállal engem, aki követ, első helyre tesz, visszaadom neki. Visszaadom igazán a szeretet kapcsolatait. Talán ott van ez a gyönyörű igazság, hogy az ő lelkének a segítségével a szeretet himnuszt meg tudjuk élni így egymással. Az ő lelkének a gyümölcseit élve tényleg családdá, baráti és más fontos szeretet kapcsolattá tudunk lenni. Sokszorosát kapjuk vissza annak, amit látszólag hátrahagyunk Jézusért. És örök életet. Ez a zárszava legalábbis ebben az itt adott válaszban. Az örök életet. A zsidókhoz írt levél szerzője mondja Jézusról, az ő szabadító tettéről, azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Micsoda ajándék, micsoda jutalom. Felszabadít Jézus. Hogy bár újra és újra megszorongat, kísért minket a haláltól való félelem, de nem kell, hogy a fogjai legyünk. Nem kell, hogy bezárjon minket, mert azt ígéri, hogy örök életünk van. Élhetjük valósan az életünket, mert az örök élet a perspektíva. Micsoda vigasz ez saját jövőnkre, jelenünkre, vagy éppen elhunyt szeretteinkre nézve, sokféle aggodalmunk közepette. És most sem elényeg, legalábbis ahogy én értettem ezt a mai igét, kedves testvérek. A textusunk itt véget ér, Lukás 18-ban, de ha az ember tovább olvassa, akkor a másik két helyen is, Máténál és Márknál is, az evangélium írók úgy beszélik Jézus szavát, hogy közvetlenül eme témát folytatva, tetszene tudni, hogy tudjátok gyerkőcök, hogy Jézus mit hoz szóba. Kitalálható az a különleges logikája. Szóba hozza az ő nagypénteki halálát és húsvéti feltámadását. Meggyőződésem szerint ez a végső válasz. Arra a kérdésre, hogy mi kisebb-nagyobb áldozatot teszünk, mester, de mi a jutalom? Arra a kérdésre, hogy nekünk te azért fontos vagy, de mi neked mennyire vagyunk fontosak? Azt hiszem, a végső válasz itt van a folytatásban. Hogyha arra vagy kíváncsi testvérem, kis elsős, másodikos vagy középiskolás pajtás, kedves felnőtt testvérem, idősebbek, ha arra vagy kíváncsi, hogy mit érsz te Jézusnak, akkor velem együtt mindig néz a keresztre. Ott jelentette ki, hogy mit érünk számára. Ahogy János evangéliumában mondja a 15. fejezetben, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaimért. Ti a barátaim vagytok. Az elmúlt napokban egy nagyon érdekes filmélményem volt. A tegnapi nap ugye 20 éves évfordulója, a New York-i terror támadásnak szomorú fordulónak, és ennek kapcsán készült egy film, Mit ér az élet, talán így lehetne magyarra fordítani a címét. És egy érdekes, valós háttér esemény mesél el. Tudnilik, a közel 3000 ember, aki a New York-i terror támadásban meghalt, az ő családjaikat kárpótolni kellett. És akkor az Egyesült Államok kormánya, hogy megelőzze az esetleg a gazdaságot csődbe jutó pereskedést, eleve félretett sok milliárd dollárt, és megbíztak egy jogász céget, hogy osszák szét az áldozatok családjai között. És megdöbbentő, hogy a film elkezdi tulajdonképpen így felfejteni, hogy hát hogyan is lehet szétosztani az áldozatok között a pénzt. Óhatatlanul elérnek arra a pontra, amikor az a kérdés ott a papíron előttük, hogy mennyit ér John Smith, ott a 80. emeleten dolgozó takarító, meg ugyanazon a szinten dolgozó XY, aki meg annak a nagy cégnek a vezetője volt. És elkezdenek számolni. Az a számolásnak az alapja, hogy mondjuk jövőre vagy 10 év múlva mennyit termelt volna, hány dollárt ez az ember, mennyit az az ember.
osztanak, szoroznak, és kiderül, hogy ugyanott haltak meg, de az egyik 200 ezer dollárt, a másik 14 millió dollárt ér. És akkor kezdik érezni a jogászok is, hogy valami nem stimmel, valahol újra kell számolni, el kell kezdeni beszélgetni, ezt nem lehet papír alapján eldönteni. De hogy nézi az ember a filmet, nagyon meghökkenve, rájövünk arra, hogy valljuk be őszintén, talán most a kicsit befoghatják a fülüket, de azért mi felnőttek így szoktunk gondolkodni. Mi kimondva, kimondatlanul azért igenis mérlegelünk, igenis beosztjuk, skatuljázzuk egymást. Nagyon nehéz valóban úgy nézni, hogy egyformán értékesek vagyunk. Talán nagyon ritkán tudjuk ezt megtenni. Úgyhogy joggal adódik a kérdés, hogy vajon Jézus hogy néz rá? Az ő papírján mi hogy szereplünk? 6 elemivel, vagy 6 diplomával, 30 négyzetméteren, vagy 30 hektárral, havi 120 ezerből, vagy 120 millióból, 10 ezer követővel a YouTube-on, vagy talán úgy, hogy két ember ismer és szeret minket. Mi a mérleg? Mennyit érek én Jézus? És nem értjük meg, valószínűleg fel nem tudjuk fogni, de Jézus az egyetlen lény ezen a világon, aki ugyanazt a választ adja mindnyájunknak. Ilyen sokat érsz. Ránéz és azt mondja, gyermekem, barátom, tudod, azt gondoltam, hogy ha valamit érsz, akkor nekem mindent megérsz. Úgyhogy mindent odaadtam, érted? Végső soron ezt kapja Péter válaszként és a többiek. És mi mai tanítványok is. Maga Jézus a miénk. Olyan értékesek vagyunk, hogy ő az életét adta. Én ezt kívánom kicsiknek, nagyoknak most az induló tanévben, valóban munkahelyen és az iskolában is, itt a gyülekezeti körben zajló kisebb-nagyobb körökben, hogy adjon nekünk ez a jó hír, ami értékünknek ez a jó híre. Adjon nekünk erőt, reménységet ebben a tanévben. Együtt töltött baráti, családi, gyülekezeti körben töltött órákban, őszi, vagy téli, vagy tavaszi napokon tápláljon minket ez a drága evangélium. Most csendes imádságban válaszoljunk a mi Urunknak. Thank you.
Isten a tanútokra áll, de nincsen, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot áll. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igét magyarul. És gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát, ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. És iskola között futkostam és egykorom, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsengett tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ha jött mennek is van joga, Istenéhez apái módján is nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlatják templomul az útszélét s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe biztatás vagy vár. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Kedves testvérek, jövő héten már biblia óráink is elindulnak, csütörtökön délelőtt 10-kor és kedden délután 5 órakor. Mai ünnepi alkalmunkon hálás szívvel mondunk köszönetet Dakóné Erzsike gyönyörű sárközi bíborvirágos, bíborvéges oltárterítőjéért. Isten áldja meg értékes ajándékát, keze munkáját. 20 éves lelkészi szolgálatért mondunk hálát az Úrnak. Sercsik Zoltán evangélikus teológiai akadémiánkon 1995-ben szerzett diplomát, majd egy Erlangeni ösztöndíjas évet követően 96-ban lelkészé szentelték. Első szolgálati állomása Pécs, ahol 96-tól segédlelkész, majd megválasztott gyülekezeti lelkipásztor. 2001. szeptember 8-án a szekszárdi gyülekezet hívására Krélin Dániel, a Tolnabaranyai Egyházmegye esperese, Szekszárd és környéke társult evangélikus egyházközösségének parókus lelkészeként iktatta hivatalába. Hatókörébe a zombai társegyházon kívül több filia tartozik, Decs, Felsőnána és Kégy. Már munkálkodása kezdetén
tanúsíthatjuk, gyülekezeteinek lelki és formai megújítója, az evangélikus és ökumenikus hitére fáradhatatlan pásztora. Belmissziós munkájában úgy az egyes emberek, mint a kisebb-nagyobb közösséget hangsúlyos szerepet nyertek. A sokszínű egyházi alkalmak látogatói összekovácsolódtak, az új gyülekezeti tagok otthonra leltek, az ifjúság és a felnőtt bibliaórákon, a Emmaus körben, a nyári hittantáborokban, a város iskoláiban hittanórákat is tart. Szentestére színdarabokat rendez, gitárzenével kíséri a gyermekek énekét. Felesége Dukár Éva a kórház lelki gondozója, tanár, egyetemi végzettségű hitoktató. Egyebek mellett megszervezte az ovis és kisiskolás hittan az asszonykörny és közreműködője mindennek, többek között a hittantáboroknak is. Rendszeressé váltak lelkészünk evangelizációs sorozatai, előadásait az ország sok helyén szívesen hallgatják. Felnőtteknek kirándulásokat, csendes hétvégéket szervez, nagy hangsúlyt fektet a jegyes és keresztelés előtti oktatásra. Látogatja a betegeket, öregeket, a templomba jönni már nem tudókat. Számon tartja az útkeresőket. A pandémia idején hetente jelentkezett istentiszteletekkel, bibliaórai sorozatokkal, ezekkel hívogatott minket és az ország evangélikusai, az érdeklődő ezeket az igéhez. Szolgálati ideje során Andorka Árpád egyházmegyei és dr. Burt Lajos gyülekezeti felügyelő együttműködésével sikerült megszilárdítani a templomtorony meggyengült talapzatát, korszerű vizes blokkkal, teakonyhával bővíteni a belső teret, kívülről megszépíteni az épület együttest, és az új járdák építésével az akadálymentesítést is elvégezni. Jelenleg is felújítási munkák folynak, és a következő években is tartanak. Ezek a külső megújulás jelei. A belső újulást naponta kapjuk. Sepsit Zoltán egyházának képviselője konferenciákon, országos táborokban, evangelizációkon, teológiai, szakmai tanácskozásokon. Írásait gyakran közli a média, honlapot szerkeszt és internetes lelki tanácsadó az evangélikus portálon. Szupervizor végzettséget is szerzett. Legutóbb egy kötet fejezet szerkesztője volt. A közjóért díjas lelkész élete példamutató. Ma is úgy hívogat Jézushoz, ahogy 20 éve beiktatásán vallotta. A Szekszárdon élő keresztények között legyünk mi is egy részlet a Krisztus arcban. Induljunk bátran, alázattal, hűségesen, mert ő hív. Istennek adunk hálát, hogy nagyobb családjával, szekszárdiakkal, zombaiakkal, kétiekkel, felsőnánaiakkal, más városból érkező elszármazottakkal, éppen a tanévnyitó istentiszteleten, egy új munkaév kezdetén köszönhetjük nagy tiszteletű urat és feleségét. Zenét boldog hálaének, és áld a teremtőt.
átadom a szót volt felügyelőnknek, dr. Bunk Lajosnak. Köszöntésre. Tisztelendő asszony, tisztelendő úr, kedves Éva, kedves Zoltán! Amikor 20 évvel ezelőtt szembesültünk azzal a feladattal, hogy új lelkészt kell meghívnunk, akkor így megfogalmaztuk, hogy mi lenne az álmunk. Persze első helyen szerepelt, hogy jó prédikátor legyen, meg is hívtunk néhány lelkészt ilyen bemutatkozó prédikálásra. Nem tartozik a legszebb emlékeim közé, kicsit olyan megalázónak tartottam. Aztán elképzeltük azt, hogy élő legyen a parókia, hogy legyen egy lelkész feleség, aki egy kicsit anyukája is a gyülekezetnek, legyen példamutató család, végezzen a lelkész missziós tevékenységet, tartsa a kapcsolatot a helyi egyházakkal, gyülekezetekkel, törődjön a fiatalokkal, az idősekkel, az elesettekkel, és amikor ilyen városi rendezvényeken megnyilatkozik, akkor ne azt kelljen figyelni, hogy mit mond már megint, hanem legyünk büszkék rá. Most, hogy meghallottuk a felügyelő asszonynak a beszámolóját, azt gondolom, hogy látjuk, hogy a legszebb álmaink valósultak meg. Hogy a Jóistennek kell hálát adni, Judit is említette, hogy ki segített, ki volt a Jóistennek az eszköze abban, hogy ti ide kerültetek annak idején. Én azt hiszem, Borikó Zoltán bácsának volt ebben nagy szerepe. 20 évvel ezelőtt még nem kellett elmagyaráznom, hogy ki volt Borikó Zoltán. Pécsi lelkész volt, akkor már nyugalmazott, amikor megválasztott lelkész lett a Sepcsik Zoltán is. Zoltán bácsi egy nagy formátumú ember volt, ilyen Sztélo Gábor nagyságrendű valakit kell elképzelni, akinek nagyon sok gyerek köszönheti az életét. Az embertelen időben mutatta meg az igazi emberségét. Mellesleg a legokosabb ember volt, azt hiszem, akivel én életemben találkoztam. Ő azt mondta akkor nekem, hogy tudod, Lajcsikám, ők 200. És még egy ilyen nagy erre is tud tévedni elég nagyot, mert mi most már tudjuk, hogy 200. Vagytok. Azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne tömören megfogalmazni azt a különlegeset, amiért mi annyira szeretünk és értékelünk benneteket, pár felé, egy pár hete elhangzott gondolatra emelkedtem tovább. Azt mondta, hogy gondoljuk meg, hogy mi a különbség az adni és a továbbadni között. És akkor ezen elgondolkodtam. Az adni az azt jelenti az én szememben, ugye, hogy adok abból, ami nekem van, mert én ilyen felkészült vagyok, ilyen okos vagyok, ilyen jó vagyok, ilyen önzetlen vagyok. A továbbadni, az abban van alázat. Azt tudom nektek továbbadni, amit én is kaptam. Kaptam az őseimtől, kaptam a mestereimtől, és kaptam a gazdámtól. Igen, hirdetés közben is gyakran elhangzik a nekem adott kegyelem szerint hirdetem nektek. De nem csak a prédikációval, az egész életetekben érezzük ezt ezt az alázatot. Azt gondolom, hogy ez az a plusz, amit kapunk tőletek, és olyan jó, hogy itt maradtatok. Szóval talán egyszer említettem, hogy egyszer ijedtem meg, hogy elmentek, hogy amikor ide jött a Háfenser Károly sima arca, szakát növesztett és elment, aztán jött a Johann Gyula, szintén jó borot vált, a szakát növesztett és elment, aztán te is szakát növesztettél, csak aztán megnyugodtam, hogy a szumma szőrzet az állandó maradt, és most már
könnyű a helyzetünk, mert ez a szumma szőrzet már egy irányba tud csak nyűlni tovább. Úgyhogy most az a feladata a gyülekezetnek a továbbiakban, hogy minden lehető eszközzel akadályozunk meg, hogy Kossuth szakállat növesz. Úgyhogy én azt remélem és azt kérem az Istentől, hogy még nagyon sok ilyen évfordulót élünk meg. Most volt tegnap a születésnapod, Isten értesen sokáig. Én úgy számoltam, hogy még egy 20-as felett ér. Dr. Tabella hitoktató az ifjúság és a fiatalabb korosztály nevében szól. Hát, kedve Zoltán, mint ahogy Jézus a vőlegény és az egyház, a mennyasszony, hogy ennek analógiára a lelki pásztor a vőlegény és a gyülekezet a mennyasszony. A hosszabb, rövid ideig tartó lelkészi gyülekezeti kapcsolatban a biztonság és az izgalom ugyanolyan fontos, mint egy jó emberi párkapcsolatban. Köszönöm a gyülekezet nevében az elmúlt 20 év biztonságát, hogy az egyházi esztendőt követve napról napra, hétről hétre gondoztad lelkünket és szellemünket. Köszönjük a rendszeresen elérhető táplálékot, a biblia órákat, ifjúsági órákat, gyülekezeti hétvégi alkalmakat, hogy elérhető voltál a gyülekezet tagjainak egyénileg is, örömben, bánatban, szükségben, bővölködésben jelenleg. Köszönjük, hogy ebben a munkában a fontos hátországot, feleséget biztosítottak. A köszöntésnek is szól. Nem csak az otthon megteremtése, hanem az aktív gyülekezeti munkájáért is. Hálát adja Istennek, köszöntjük gyermekeidet is. Mert személyes boldogságod Isten ajándékaival lehetett teljes, vagy lelkész hivatásodban Isten áldásával teljesedés. Köszönjük a 20 éve tartó magas színvonalú szellemi vezetés gondozás, hogy 20 éve minden vasárnap biztos számíthatunk a lelki templomra. Ezek adják a biztonságot. Köszönjük a kapcsolatban a biztonság mellett az izgalmat is. Nagyon megvagyok egyébként, ha van már ez a 20 éve, nekem is nagyon fontos személyesen is. Ez először a humorod volt, ami a szószékről bizony meghökkentően hangzott eleinte, de aztán bélyegyedé vált. Köszönjük az egyházban máshol végzett szolgálataidat, legyen az igehirdetés, cikk, könyvfejezete, bármiféle továbbképzés, elvonulás, hiszen ezen külső felfrissülések új színfoltot, új lendületet, izgalmat hoztak, hoznak gyülekezettel való kapcsolatodban és pásztori szolgálatodban. Köszönjük, hogy olyan lelki pásztorunk vagy, akire büszkék lehetünk országszerte. Lelkészi elhívásodat Istentől kaptad. Hálát adok, hogy ezt elfogadtad. Talentumaid a jól sárkánykodsz, a mi emberi megítélésünk szerint biztosan. Isten jó szolgája vagy, ezért még többet fog az Úr rád bízni. Ezért szívből kérjük Isten áldását további lelki pásztori szolgálatodra. Egy kis izgalmat ajándékunkkal mi a gyülekezeted, mennyasszonyod, és szeretnénk neked szerezni majd, hogy kölcsönös megelégedettségben tudjunk együttműködni a jövőben is, mint szexuális evangélikus gyülekezet. Sok szeretettel köszöntel a gyülekezetünk. Zombai Társult gyülekezetünk nevében Újvári Gyuláné köszön. Szeretettel köszöntöm a Zombai Evangélikus gyülekezet nevében a szextári gyülekezet tagjait, a jelenlévőket a mai ünnepélyes, kis meglepetéssel bővített Isten tiszteleten. Időpontilag olyan nevezetes és említésre méltó dolgok jöttek össze a gyülekezet életében, melyeknél érdemes egy picit megállni, ünnepelni. Kronológiai sorrendben azt az időpontot említeném, amely nélkül most a többiről nem beszélhetnék.
Kedves lelkészünket, Zalaegerszegen 1968. szeptember 11-én jegyezték, iktatták a hivatalos anyakönyvbe az ifjú neve Sefcsik Zoltán. A család megismerne őt mindannyiunk nagy örömére. Isten értesse születésnapod alkalmával. Ugyan régi dolog, de én most tudtam meg, hogy a születésnapot illetően a 11-es szám nagy jelentőséggel bír. Azt mondják mesterszám, ami azt jelenti többek között, hogy magas, szellemi vezgéssel, különleges adottságokkal, egység megnyilvánulással rendelkezik, és az egyén is, akinek a születésével ez a lehetőség megadatott, amennyiben él vele, szorgalommal, akarattal, alázattal. Zoltán mindezt megtette akkor is, ha a számmisztika világát nem ismerte. Mert ő nagybetűvel írva és mondva a szívét követte és követi a mai napig. A szívét, amelyben oly nagy szeretet lakozik. Felismerte és tudja, hogy minden ember szívében ott él az isteni szikra, melyből rajtunk múlik, hogy mécses, vagy esetleg nagyobb lángot lobbantunk, hogy ne maradjunk sötétségben. Szívünkben, lelkünkben a szeretettel és a hit lámpásával haladhassunk a végső cél felé a fénybe. Ebben nyújt ő nagy segítséget számunkra. Olyan változás is adódik a gyülekezet életében, amikor megszoktuk, megszerettük szomorúsággal kell elköszönni a feladatát máshol folytató lelkésztől. De a kölcsönös érdeklődés és az újbóli találkozás öröme fennmaradt közöttünk. Az Isten tisztelet általában úgy kezdődik, hogy a lelkész örömmel körültekint és elégedetten mosolyog a hívekre, akár kevesebben, akár többen vannak, mert ők jelen vannak. A mai nem átlagos Isten tiszteleten, úgy is mondhatnám, fordított a helyzet, ugyanis most mi tekintünk nagy örömmel lelkészünk az oltárra. Akit pontosan 20 éve kezdtünk megszokni, megszeretni kedves családjával együtt, és határozottan mondhatom, jól sikerült. Mint Szekszárd és környéke evangélikus lelkésze hivatalos beiktatása, én úgy tudtam, hogy napra pontosan ma 12-én történt, de megtudtam 8-án, de ettől a pár naptól eltekint. Ezért is ünnep a mai nap, szívből gratulálunk. Az eltelt időről sok szépet és jót mondhatnák lelkészünk összetett szolgálatáról, de Zoltán ismerve megelégszik annyival, ha minden ismerős, hívő és gyermek nevében annyit mondjuk, köszönjük, köszönjük. Köszönjük a Teremtőnek, hogy hozzánk vezérelt az utat során. Köszönjük, hogy már 20 éve itt vagy közöttünk, és maradj még sokáig a gyülekezet oszlopa, lelki gondozója. Köszönjük a lelkünket mindig megérintő ige hirdetéseidet, melyekből sugárzik az empátia, az önzetlen szeretet, az elhivatottság. A kölcsönös bizalomért és elégedettségért azonban nekünk is meg kell tennünk azt, hogy rád figyelünk és egymásra. Mert te is csak így tudsz lelkileg fölölni egy-egy lemerítő magukán. Külön köszönet az intelligens, tudítő humorodért, mely szinte nélkülözhetetlenné vált ebben az zord világban. Nagyon szeretjük. Köszönet és hála a hozzád közel állóknak, drága családodnak. Kedves feleségednek, aki mindig melletted van támaszként, amelyre kölcsönösen szükségetek van a helyes út, a helyes döntéseknek hivatalában. Gyermekeiteknek, akik szárnyaikat próbálgatva bátran kirepülnek otthonukból, de mindig visszatérnek hozzátok a szülői ölelésre, az őszinte tanácsért, és ez ad neked és feleségednek újult erőt a holnapra.
A mai ünnepen még egy kedves évfordulóról kell el feltétlenül említést tenni. Bogiról, akik 30 éve Bogika korában határozta el, hogy kántor is szeretne lenni. Támogatással, biztatással elindult, és mind mindig velünk van, nagy kitartással. Szeretnék, ha még sokáig, most zongvai szemmel nézve, Zoltán és a mi orgona kísérőnk vezetőnk maradnál, mert akkor szerben jobban énekelünk, a bátorságunkban nem is beszélve. Hálásan köszönjük, mindig szeretettel várunk benneteket. A mai nap másik ünnepi színfoltja az ifjúságról, ifjúságnak szól, a hitoktatási év tanévnyitól. A fiatalságnak reménykedve kívánok minden jót, léleképítő közösségi munkát a szebb jövőért. Gondolataim zárásaként hálás köszönetet kell mondanunk a szervezőknek, segítőiknek, akik a mai ünnepélyes, kis meglepetéssel bővített Isten tiszteletet emlékezetessé tették Zoltán lelkészünk és talán mindannyiunk számára. Köszönöm. Kedves lelkész úr és felesége, kedves Zoli és Évi, fogadjátok egész gyülekezetünk nagyon nagy örömmel adandó ajándékát, amelyet most másodfelügyelő úr, dr. Wagner Gyula és pénztárosunk Kajfer Kati ad át, na meg a gyereket. Szentélvatási szertartás, így a küszöbéhez értünk, úgyhogy nagyon zavarba ejtő volt, de hazudnék, azt mondanád, hogy nem lelket melegítő, és nagyon fontos, tényleg drága barátaim, munkatársaim, kedves gyülekezet, nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, és most ez a szokásos néhány szó tényleg minden tartalom az, amit most érzek, és szeretnék továbbadni. Én csak egy rövid gondolatot hadd hozzak így válaszként, hiszen előre sejtett köszöntés ez, aminek nagyon örülök, minden énekével, minden apró részletével, beszervezett gyerkőcökkel, ajándékokkal együtt. Kis kulisszatitkokat azért hadd áruljak el. Úgy tavasztól ősz derekáig tartó időszakban ki szoktam ülni, amikor készülök vasárnapra, a hátsó kertbe, a virágok közé a padra, onnan látom a templomtornyot is. És talán másfél éve volt, amikor először eszembe jutott az, hogy középiskolás koromban egyszer az osztályfőnököm egy házi dolgozatot iratott velünk. Tudod, az volt a cím, hogy hogy képzeljük el az életünket majd 40 év múlva. És arra döbbentem rá, hogy én így képzeltem el. És erre nagyon, nagyon döbbenetes volt erre rá csodálkozni, hogy ez megadatott. Hogy ilyen életre vágytam, hogy szándékom szerint áldással dolgozhatok emberek között és embereknek, és hogy áldott emberek megtisztelnek a szeretetükkel, a nagyra becsülésükkel, és hogy van egy ilyen gyönyörű hely, közösség és szószoros értelmébe vett környezet, ahol
családdá lehet az én körülöttem lévő kis otthon. És a mi úrunk itt szexárton adta meg ezt a nagybetűs otthont és ezt a régi dolgozatot, és ezért nagyon hálás vagyok az Úristenek, és köszönöm a kedves testvéreknek. Egy másik kis kulisszatitok, ugye ebben a kis kertben, amit a feleségem öntöz, gondoz, néha úgy őt is figyelem, a konyha ablakból meg-megáll, amikor így öntözi virágokat, hogy megnézi jobbról is, balról is, keletről, nyugatról. És az jutott eszembe, hogy ő gyönyörködik a ültetett és növekvő virágokban. Én azt hiszem, hogy így tudok gyönyörködni ebben a kis közösségünkben. Az a kert több mint száz éve kezdett élni, az akkori régiekkel, a gyülekezeti tagokkal, megbízott lelkészekkel, akkori felügyelőkkel, presbiterekkel, és az Úristennek hála ez a kert ma is él, sőt talán bővülhet. Olyan rácsodálkozni emberekre, kis csoportokra, közösségekre, kertésszel, főkertésszel, alkertésszel, az engem idehívó dr. Muth Lajossal, akit bátyámként szerettem meg, régi, kedves hittanos és más munkatársakkal, presbiterekkel, a néhány évvel ezelőtt megújult vezetéssel, Németh Judittal, aki az alapítók vérével a szívében és a szíve csüskéig a gyülekezetért élve a mostani megújult kis munkacsoportok minden vezetével együtt, olyan jó gyönyörködni abban az életben, amit az Isten lelke ébreszt és növel közöttünk. Egy kérdésnek persze a lelki értelemben vannak nehéz pillanatai is, hiszen egy kertben mindig van új élet és persze halál is. Ebben a 20 évben ez is megtiszteltetés. Egyrészt, hogy jelen lehettem gyerekek felnövésének, hogy ott lehettem egy gyereknél, aki elsősként megölel az első hittanóra után, Zoli bács milyen jó volt, aztán tavaly meg így rám néz egy fej magasságból, hogy Zoli bácsi, hiányozni fogsz. És hát az is jó, hogy elkezdhetek mondjuk egy zombai kis hittanos, az első hittankönyvből tanítani, amikor írni se tud még, és aztán most nyáron ott lehetek az esküvőjén. De az is hozzátartozik persze a kertész életéhez, vagy a kert életéhez, hogy hát belehasad a szívem, amikor valami elmondik. Ugyanígy közelmúltban, amikor közeli munkatárs gyülekezetét hal meg, tag hal meg, most először éreztem, hogy igazán 20 év alatt, hogy mennyire hozzám nőnek az arcok, a szívek. De hálát adok Istennek azért, hogy van élet, hogy megadja nekünk az Úristen, sőt, hogy reményünk van is, hogy megmaradhatunk, és bár mindig lesz tennivaló, és lesznek nehezebb, meg szebb órák is, hogy beteljesül rajtunk a Jeremiás prófétán keresztül mondott ígéret. Olyan lesz lelkük, mint az öntözött kert. Én ezt kívánom, ebben tartson meg minket az Úristen, legyen olyan a lelkünk, mint az öntözött kert. Köszönet még egyszer a sok szeretetért, tiszteletért, megemlékezésért. És most Isten tiszteletünket befejezve, és majd így lassan búcsúzva is, vigyük Isten színe elé mindazt, ami szívünkön van, különös hangsúly is most kicsikre, nagyokra a hitoktatás ügyére, és egyáltalán a munkaév kezdetére. Így imádkozzunk. Hálával köszönjük, drága úrunk, a lehetőséget, hogy kezedbe tehetjük le ezt az új munkaévet. Különösképpen kérünk, áld meg azokat, akik most kezdik az iskolát. Te kísérd az ő lépteiket, te érintsd az ő szívüket. Ne könyörgünk minden kis hittanosért, ifjúért, az évközben zajló bibliakörös munkáért, misszióért, kisebb és nagyobb ünnepeinkért. Te vezess minket át most majd az új egyházi évbe, és majd az egyházi év során ünnepről ünnepre. Segíts minket örömben és bánatban egyaránt. Légy a mi pásztorunk, a mi életünk és közösségünk kertjének gondviselője, öntözője. Köszönjük, hogy mindezt, mint áldást kérhetjük, remélhetjük tőled, Urunk. Arra kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor minden egyéb dolgunkat most eléttárva, közös fohászunk szavaival így fordulunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyük az áldást, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el egy kedves testvérek. Kérdezem, hogy hogy fejezzük be Isten tiszteletünket? 69-es énekkel. 69-es énekkel. Köszönöm szépen. Örökre.